Burány Sándor képviselő úr következik, az MSZP frakciójának képviselője, aki a nemzetgazdasági miniszternek kívánja föltenni azt a kérdést, tessék mondani, ez már a függetlenség, vagy lesz még rosszabb? Kettes címmel képviselő úrné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, 4 hete kívántam önt megkérdezni, de akkor kibújt a válaszadás kötelezettsége alól. 4 hete meg akartam kérdezni, mert azt tapasztaltam, hogy a gazdaságpolitikában óriási bajok vannak. 4 hete a svájci frank 234 forintba került, 4 hete az euróért 291 forintot kértek, és erős növekedésnek indult a benzin és az üzemanyag ára. Ő nem válaszolt 3 hete, nem válaszolt 2 hete, nem válaszolt múlt héten, most áll ide a parlament és a közvélemény nyilvánossága elé. Igazán nem tudom, miniszter úr, hogy mit mondjak, hiszen csak az elmúlt 4 hétben azt tapasztaltam, hogy ha baj volt a 234 forintos svájci frank árfolyam, akkor mit mondjak ma, amikor 255 forintba kerül ez a valuta, mit mondjak ma, amikor az interpellációk idején még 315 forintot kértek egy euróért, de az ön beszéd alatt 2 forintot gyengült a forint a továbbiakban is, és mit mondjak, amikor egy mai hír szerint rövidesen több mint 400 forint lesz a benzin, és több mint 430 forint lesz a gázolaj literenkénti ára. Tisztelt miniszter úr! Megvallom önnel, én azok közé, a közgazdászok közé tartozom, akik tankönyvekből készültek fel annak idején az egyetemi vizsgákra. És ezekben a tankönyvekben én azt tanultam, hogy ez baj. Baj, ha 4 hét alatt 20 forintot gyengül a forint, baj, ha 4 hét alatt 20 forinttal növekednek legalább az üzemanyagok árai. És itt állunk most a 4. héten megfürödve a bóvli kategória szélén. Miniszter úr, én megértem, hogy ön eldöntötte, hogy a sportolókhoz hasonlóan a csúcson kívánja abba hagyni. Tisztelettel jelzem, hogy ezt félreértette. Ne várja meg azt a csúcsot, amikor mondjuk az euró 350 forintba kerül, és 450 forint lesz a benzinára. Kérem szépen, hagyja abba most, menjen vissza tanítani. Köszönöm szépen a figyelmet. 2 perces válaszadás lehetősége Matolcsy György miniszter úré. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Nehéz megmondani önnek, hogy mit mondjon. Talán érdemes lenne beszélni egy kicsit arról, hogy mi történt 2002 után. Egy olyan kormánypolitika volt, amely Magyarországot nyakig eladósította, és kötésig a családokat. Ráadásul külföldi fizetőeszközben, devizahitelben. Talán erről érdemes lenne beszélni választóknak, embereknek, diákoknak. A tankönyvek tiltják azt a kormányzati gazdaságpolitikát, amelyet önök 2002 és 2010 között Magyarországra kényszerítettek. Szigorúan tiltják. A mostani globális, ezen belül uniós, európai és ezen belül eurózóna pénzügyi helyzet még bünteti azokat az országokat, amelyek olyan helyzetben vannak, amelyek helyzetben önök kormányozták Magyarországot. A büntetésből ki fogunk jönni. Köszönöm szépen. 1 perces viszont válasz, Burány Sándor. Tisztelt miniszter úr, menjünk vissza csak az elmúlt hétig. Az elmúlt héten Olli Rehn, az Európai Unió gazdaságért és pénzügypolitikáért felelős biztosa elmondta, hogy 6% lenne idén az állam adóssága, nem zsebelték volna be az állam a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat. Elmondta, hogy nem lesz jövőre gazdasági növekedés. Erre önök mit mondtak? Azt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, soha nem hallott jó hírek jöttek Brüsszelből. Mi lenne akkor a rossz hír teszem felén? Ön ugyanezen a napon pedig elmondta valahol valamilyen fórumon, hogy újabb csatát nyert Magyarország. Bocsássa meg nekem, hogy már nem emlékszem, hogy miben és 1. csatáját nyerte meg miniszter úr. De hogy térjünk vissza a mai napra. Ma éppen nem tudtak eladni 50 milliárd forint értékű állampapírt, és ez már másodszor történik meg 2 hét leforgása alatt. Miniszter úr, lehet, hogy ön sok csatát nyert, de az egész háborút elvesztettük. Vegye már észre, adja vissza a marsalbotot. Köszönöm szépen a figyelmet. Miniszter úr, 1 perces viszont válasz. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, ön azt mondja, hogy Magyarország államadássága 6%-on áll. Hú, de jó lenne, ha így lenne.
el kell önnek mondatnom, hogy igen, a 6 az igaz, csak van előtte egy 7-es. És azért van, mert önök 8 évet kormányoztak. Tehát sajnos Magyarország államadóssága nem 6%-on áll, hanem valahol 75-76% közelében, árfolyamtól függően. Olli Rehn biztos, aki finnként és sportdrukkolóként Magyarország mellett áll, azt mondta nekünk, hogy 7 ország költségvetési deficitje lesz 3% alatt 2012-ben, és ezek közül az egyik Magyarország. Ez valóban egy csatanyerés. Hát nem az egész hadjárat, nem az egész háború, mert ugye 8 évet nehéz másfél év alatt megnyerni, de ez egy nagyon-nagyon szép diadal. Én azt javaslom, képviselő úr, örüljünk neki. Köszönöm szépen. Megyünk tovább.